dörgedelmes proféciákkal kapcsolatban mindig el szoktam mondani, és remélem, hogy ez most már lassan átmegy a tudatunkba, a sajátunká válik ez az ismeret, hogy a profécia az nem jövendőlés, nem jóslat. A profécia sohasem arról szól, hogy a proféta kijelenti a fátumot, a végzetet, ez fog bekövetkezni, és akármit csinálsz, az úgyis meg lesz. A proféciának az a jelentősége, hogy figyelmeztet az Isten profétán keresztül, elmondja, hogy ezen az úton jársz, ha így végzed továbbra is a dolgaidat, akkor ennek rossz vége lesz. És a profécia pontosan arra indít, és azért is küldi Isten a profétákat, hogy az embereket megtérésre ösztönözze. Tehát, hogy azt mondják, hogy hát, hogyha Isten megmutatta, ha magunktól nem volt annyi eszünk, hogy észrevegyük, hogy rossz úton járunk, ha nem tudtam észrevegni, nem volt olyan erkölcsi érzékem, hogy észrevegyem, hogy amit csinálok, az rossz, azzal bántok másokat, az igazságtalan, az gazemberség, akkor legalább a figyelmeztető jel, ahogyan Dávid királyt is, mikor Nátán proféta megintette, akkor azért észbe kapott, és rögtön tudta, hogy bűnbánatot kell tartania. Megkapta a büntetését, de Isten mégis tovább vezette őt, meghallgatta az imádságát. Tehát a profécia, amikor ilyen dörgedelmes proféciát hallunk, akkor ezt mindig úgy kell értenünk, hogy ez nem egy végletes fátumot mond el, hogy ezzel nem tudunk változtatni, és akkor tehát már így van, akkor ezt kell elfogadni, hanem hogy ez fellelkesítsen. Annál is inkább, mivel a mai igéink olyan fajta emberi magatartásokkal szemben fogalmazzák meg az üzenetet, ami nagyon jellemzőek, és most én nem mondom azt, hogy a mai emberre, mert mindig így volt, hát hiszen ezeket régen fogalmazták meg, régen írták, és akkor ezek szerint akkor is például Jézusnak a példázata arról, hogy a királyi mennyegzőre nem mennek el a meghívottak. Hát ugye miről szól? Hát arról, hogy ezek szerint akkor is Jézus azt tapasztalta és azt fogalmazta meg a példázatában, hogy a jóra, az üdvösre, az Istennel való találkozásra sokszor nagyon kemény szívűek, közönösek tudnak lenni az emberek. És helyette csinálnak mindenféle olyan dolgot, amit akkor ott érdekesnek gondolnak. Jó, ugye még benne is van a közgondolkodásban, hogy a templom az egy ilyen szomorú hely, oda a vénasszonyok mennek, nekik már úgy sincs más dolguk, nekik már sincs örömük az életben, de bezzeg, aki még él, akinek még tudja, mi az élet sava borsa, az megy, mulat, és mindenféle olyan dolgot csinál. És akkor persze, hát akkor, hát ha most választani kéne a kettő között, hogy valami dögunalmas dologra menjek, vagy pedig jól érezzem magam a bőrömben, hát akkor nincs normális ember, aki ne azt mondaná, hogy én akkor ezért szeretnék inkább mulatni, jól érezni magamat, amíg lehet, és nem pedig unatkozni, és olyan dolgokkal foglalkozni, ami hát nyomasztó, és hát nem kívánom én ezt. De hova nem mentek el? Egy lakomára, egy menyegzőre, egy buliba nem mentek el. Tehát, hogy valamit nagyon félreértettek, és valószínűleg azért értik félre az emberek most is, mert lehet, hogy azt a képet tartják szem előtt, és ezt erősíti, ezt a képet sokszor azoknak az embereknek a magatartása is, akik úgymond elmennek, mert a templomba járás az egy ilyen erkölcsös dolog, az egy ilyen komoly dolog, szemben a fúj-fúj-fúj talmi, evilágias dolgokkal, ez egy ilyen teljesítmény, hogyha valaki elindul, akkor ugye azt azért érezze, hogy hát igen, itt ahhoz neki valamit áldozatot kell hoznia, valami jóról le kell mondani, ugye, és akkor ez persze sokszor visszatartja az ember. Emlékszem rá, kamaszkoromban öregedek, nyugdíjba megyek, nem sokára, lehet, hogy sokszor ismétlem magamat, elnézést, ezt a sztorit már ezerszer elmondtam. 15 éves lehettem, és ugye a diákokat szokták vinni ilyen kötelező programokra, hát akkor is voltak ilyenek, kultúrprogram, sport, mindenféle. És hát ugye, ahogy a gyerekektől ez várható, vagy kamaszoktól, hát ugye ilyenkor úgy, ha valami számára olyasmi, amire úgy gondolja, hogy ez unalmas lesz, meg érdektelen, akkor a jó bulinak tűnik az, hogy amikor megy az osztály, vagy a csoport, mondjuk a színházterem felé, akkor egy kapuhajba, vagy egy telefonfülke mögé besunyogva, ugye ellógom ezt a programot, és milyen értékes másfél órát nyertem, mert elszívhatok egy cigarettát titokban, jó köhögve, vagy esetleg valami más huncutságot csinálhatok helyette, és az milyen jó. Na és akkor valahogy volt bennem egy ilyen indítatás, hogy én most fellázadok saját magam ellen, és a lázadó kamasszal szemben azt mondtam, hogy már pedig én azért is elmegyek erre a kultúrprogramra, valami koncert, mit tudom én, színház, na az meg aztán pláne. Mondom, akkor a halud legyen kövér, bejutam az első sorba, hát ugye nem volt megmondva, hogy hova kell ülni. Első sor, így, tessék, ide nekem az oroszlánt is.
Hát így, hogy fellázottam saját magam ellen, 15 évesen, és elmentem egy kultúrprogramra, amiről azt gondoltam, hogy majd dögunalmas lesz, és fúj, mert helyette most lemondtam arról a másfél óra lógásról, ahol unatkoztam, nem tudtam valamit kezdeni magammal. Hát így hallgattam meg Bartók harmadik zongora versenyét Fischer Andi előadásában. Szóval néha az ember belefut olyan dolgokba, amikre most azt gondolom, hogy sokan vannak, akik sok pénzt megadnának azért, hogy az első sorból hallgathassák, és 5 méterről lássák Fischer Annit zongorázni. Ma már ezt senki nem tudja bepótolni. Én nem adnék érte semmit, hogy ezt az élményt átélhettem. És azt hiszem, nagyon sok ilyen van még az életünkben. Lehet, hogy egy templom istentisztelet is ilyen lehet. És hogy ez nem egy mai történet, és hogy most itt sírunk, rívunk, itt sok vasárnap én is elmondom ezt, hogy fogy az egyház, kevesen vagyunk, meg mit tudom én, jaj, nincsenek fiatalok, nincsen jövő, jaj, mire? Kedves testvérek, így volt ez 30 éve, 50 éve, 100 éve Jézus korában, meg Ézsaiás korában is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez egy ilyen mai jelenség, így volt, és egy nagyon régi történet valami német prédikátornak hogy megtörtént-e, vagy csak egy ilyen városi legenda, vagy valaki tényleg megcsinálta ezt a kis performanszot, meghirdette de a fogyó gyülekezetben, ahol már csak néhányan járt a templomba, hogy egy nagyon fontos embernek a temetése lesz ezen a vasárnapon, és itt most, hát aki gondolja, akkor jöjjön el. És akkor valóban az oltár előtt, akkor még volt ilyen, hogy az oltár előtt felállítottak egy ravatalt, nyitott koporsóval, hú, ki lehet az? Tele volt a templom zsúfolási, és lelkész csak néhány szót mondott, hogy hát most tekintsék meg, és búcsúzzanak el tőle. És mindenki odajárult a koporsóba, belenézett, és benne egy tükör volt benne. És hát ugye ez elég sokkoló élmény volt mindenki számára, amikor meglátta saját magát a tükörben, mint nagyon fontos embert, akit éppen most fognak eltemetni. És hogy aztán lett-e valami következménye, vagy felé ébredte bennük a buzgóság, a vágyakozás az Isten után, azt most nem tudom, a lényeg az, hogy ez egy visszatérő és újra előkerülő példa lett arra, hogy az egyik nagyon veszélyes dolog, és mind a két igényből, akár a Jézusi példázatból, akár Ézsaiás dörgedelmes proféciájából, az szól ki számunkra, hogy a közöny és az érdektelenség az pusztító és veszedelmes. A várrándítás, az inkább fekete pátót hallgatok és megiszom valamit mentalitás, adjál már hülyeségeddel mentalitás. Igen, ez pusztító, veszedelmes. Nem baj, ha az ember néha fellázad ellene, és akkor még az is megtörténhet, hogy valami egészen csodálatos élményben lesz része, amelyet utána már nem adna semmit. Mint amikor valaki véletlenül rábukkan egy kincses ládára a szántóföldön, és mindenét eladja, hogy megvegye azt a földet, és övé legyen az a kincs. Hát valami ilyesmi az, amire hívnak minket ezek a mai igék. Bizony ez a közöny és érdektelenség sokszor még nem csak az emberben magában jelenik meg, hanem még erre próbáljuk meg egymást is kondicionálni. Sokszor szülő a gyereket, amikor olyan dolgokat mond neki, hogy hát jó, el kell menni a templomba, menjél el, mert ugye muszaj, meg hát mit szól a nagymama, de valójában ugye mégiscsak az a gondolat, az a kép, az a hangulat ezzel kapcsolatban, hogy hát ez valami olyan, ami érdektelen és unalmas, és nincs rá szükség. Az ellenállás a meghívással, a jóra, az életre, az örömre, a kincshez való meghívással szemben ez bizony be kell látnunk, az életünkkel játszunk. Veszedelmes. A másik, ami nagyon veszélyes és rossz, és szintén a mai igényünkből szól hozzánk, hogy ha valaki azt gondolja, hogy pusztán azért, mert a vallások, és nem csak a keresztény vallások, tegyük hozzá, hanem bárhol máshol is, ha most egy másik országban élnék, akkor ott lehet, hogy a buddhizmus, vagy lehet, hogy valami másik vallás az, ami úgy a mainstream, ami a mindennapoknak a része, és valaki azt mondja, hogy jaj, hát ezek már tudom nagyon jól, hogy a papok azok hazudnak, meg pedofilok, meg mit tudom én, mindenféle dolgot, az egyház mit csinált, meg hogy megáldotta a fegyvereket, és a háborúra indítják az embereket, és akkor én azt mondom, hogy elkem ez nem kell, ettől elfordulok, és én próbálok normális életet élni, hiszen látjuk, hogy a vallások, vagy a vallásoknak sokszor a nagyon hangos képviselői mennyire nem egy vonzó képet mutatnak, akkor ezért azt mondom, hogy majd én
majd én feltalálom magamnak, ha kell nekem egyáltalán az Isten, majd én megoldom a problémáimat. Nagyon nagy áldás az, hogy kezünkben van mondjuk egy olyan könyv, mint a Biblia, ami több évszázad, vagy inkább több évezred emberi tapasztalatait gyűjtötte össze. És bármennyi szenny és hazugság és mocsok tapadt is hozzá, mert sokszor olyan korokban és olyan ügyek szempontjából hivatkoztak rá, ahol, ami tényleg hát pontosan ellentétes az igazi szándékával, Isten igazi szándékával, de mi van akkor, ha az én kezembe kerül? És el tudok vonatkoztatni attól, hogy ezzel visszaéltek már valahol valakik. Mert nem csak visszaélni lehet valamivel, hanem lehet jól érteni, jól használni. És nagy kár lenne kidobni olyan kincseket, amelyeket Isten kegyelméből évszázadok, évezredek halmoztak föl, és juttattak el mi hozzánk, csak azért, mert valahol valakik már ezzel visszaéltek. Milyen jellemző az, hogy akár a tudományt, hogyha nézzük a tudomány fejlődését, lehet úgy is nézni, hogy persze, hát hogy azért fejlődött mindig a tudomány, mert újabb és újabb fegyvereket találtak fel. És aztán azt persze, na hát, nagykegyesen még az iparban is esetleg használták azt az új vívmányt, de azért elsősorban a hadászatban. És akkor azt mondjuk, hogy hát akkor nem kell. Hát akkor ne használjunk semmit, de hát akkor ki kéne vonulnunk a civilizációból, mert minden, ami körülvesz bennünket, és amit magától értetődő természetességgel használunk, az mind-mind valamikor, vagy valamilyen módon most is rosszul is van használva. Internet. Ugye? Internet például. Most azt mondjuk, hogy ez valami rossz dolog. Ennek köszönhetően most azokon kívül, akik itt vannak az istentiszteleten, a templomban, még másik, nem tudom hány ember részesülhet ebben a közösségben. És talán, ha csak egy mondatot meghall abból, amit elhangzik, akár az igéből, akár énekből, vagy egy imádságból, vagy talán még igehirdetésből is, már akkor nem volt hiába való. Akkor most rossz az internet? Hát nem. Mindent jól kell tudni használni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy én most 2021-ben fogom feltalálni a spanyol viaszt, és eddig nem volt Isten, majd csak akkor, ha én kitalálom őt, vagy megalkotom őt. Hát nagy tévedésben lennék, ha így gondolnám. És ami talán ennél is veszélyesebb és rosszabb, aztán azoknak szól, akik lehet, hogy megint csak nem hallják ezt most, mert máshol hallgatnak esetleg igét, aki azt hiszi, hogy elegendő vagy kedves az Úr szemében az, ha kitalált vagy emberi magyarázatok, puszta konvenciók vagy bibliai citátumok alapján képzeli el az üdvösséget és az igazi megtérést. Az igazi megtérés és az igazi megértés helyett. Amikor halljuk az igei citátumokat, az igei érveket, így van, így van, így van, így van, és látszik, hogy az illető maga sem gondolja komolyan, hogyha komolyan gondoljuk, akkor talán még rosszabb egy fokkal, mert nagyon félreérti. Hogyha azt gondoljuk, hogy most azért, mert kezembe került valami, és én ezt használom, de közben nem vált a sajátommal, nem váltam egész valómmal, szívemmel, lelkemmel, egzisztenciálisan elkötelezetté, úgy, ahogyan a földbe rejtett kincsért odaad mindenki mindenét, odaadja mindenét az az ember, aki megtalálta. Sokszor inkább az szokott lenni, hogy valaki megsejt, megorront valami kincset, és mindent megtesz azért, hogy azt magának megszerezze a talmi felületes, felszíni részét, és azt gondolja, hogy ezzel zsebelte be magának a mennyországot, miközben másokat pedig hát az undor és a hányinger kerülget attól, mikor azt látják, hogy vallásosság címén mondjuk mit kínálnak a nagyon nyilvánvaló evilágiasságot, földhöz ragadtságot, amiből semmit nem lehet magunkkal vinni. Nagyon veszélyes és nagyon rossz. Ha azt gondoljuk, hogy a saját kis vegykonyhánkban kikeverhetjük magunknak azt, ami Isten örök terve szerint megy végbe. Mert azzal kezdtem, hogy a profécia nem fátumot, nem végzetet jelent ki, hanem figyelmeztet, és Isten útjára akar visszavezetni. Ugyanakkor az viszont igaz, hogy Isten végbe viszi a tervét. Az nyitott
lehetőség számunkra, hogy mi ebben a tervben hogyan veszünk részt. Hányszor és mennyire kell ütköznünk vele, hányszor kerülünk a kerekek alá, vagy a küllők közé, vagy hányszor harmonizálhatunk esetleg az Isten tervével, és élvezhetjük, hogy a hullámokon lovagolunk. Sokszor olyan nevetséges módon tudnak emberek titkolózni, misztifikálni dolgokat, összeesküvések, elméleteket gyártani, vagy összeesküvéseket magukat. Sokszor a cél szentesíti az eszköz, cél szentesíti az eszközt téves elve alapján, azt gondolván, hogy ha mi valami jót akarunk, és majd mi megcsináljuk, akkor bármi gazemberség belefér. Hát nem így van. A hamis kiválasztottság tudat, a felsőbbrendűségi gőg, mások lenézése, semmi bevétele, a gaztetteknek bármi módon nemesnek titulálása, vagy a nyíltan vállalt gonoszság, a zavarosban halászás, az Isten nevében, itt talált Isten nevében való összekacsintás, mi már csak tudjuk, ez nagyon nagy csalódást fog okozni, mert az igazi Isten ilyen módon nem hozzáférhető, nem manipulálható, nem zsebelhető be, nem válik automatává, hova bedobom a százasomat, megkapom a kapucsinót, hanem ő tartja kezében az eseményeket. És én belealázkodhatom. De olyan jó belealázkodni az Isten munkájába. Főleg amikor néha egy pillanatra megengedi azt is, hogy egy kicsit úgy érezzük, hogy most mintha összhangban lennénk vele, és mintha a bűneink, a hitetlenségünk, a gyarlóságaink azok mintha úgy Isten által semlegesítve lennének egy kis időre. És aztán újra folytatódik a munka rajtunk, ahogy a fazekas kezében az agyagot formálja, egész addig nem nyugszik meg, amíg azt az eredményt el nem éri, amit ő látni akar. És ebben mi nem szabad, és nem kell, nem tudunk, és nagyon rossz is, amikor megpróbálunk beleavatkozni. Megtehetjük, hogy nehezítjük Isten munkáját, és meg is tesszük sokszor, de olyan jó azért tudatában lenni annak, hogy végül ő az, aki mindent megvalósít. Mert végzetes és pusztulásra ítélt dolog az Isten mindenek felett valóságán való nem számolás. Amikor azt gondolom, hogy majd én megoldom, majd én elrendezem valamilyen elvek vagy ideológiák mentén, odaállok teljes melszélességgel valami mellé vagy valami ellen, és közben tulajdonképpen elveszítem a lényeget. Mert Isten fölötte van a mi emberi okoskodásainknak. Eddig tulajdonképpen figyelmeztetéseket, meg rossz dolgokat mondtam, és azzal szemben fogalmaztam meg valamit, de mindez nem erről szól, és nem ez a lényege, hanem mindez azért hangzott el, és az igéinkből is azért sugárzik felénk, akár az evangélium igéből, akár Izsaiás proféciájából, mert ezek azok az akadályok, amelyek nehezítik az utunkat, vagy Isten útját mifelénk, ugyanis megint csak nem árulok el titkot, nem arról van szó, hogy na, most föl ebben a függöny, kitalálok valami látványos dolgot, amire majd eljönnek a templomba, és ha belenéznek, akkor meglepődnek. Aki egy kicsit is gondolkodik, hogy néha meg tud állni, vagy néha föllázadni a saját közönye ellen, és eljutni oda, hogy mondjuk az sem volt semmi, azért Fischer Annit hallani zongorázni, méghozzá Bartók harmadik zongoravers, na mindegy, pedig ez csak egy esztétikai élmény, egy művészeti élmény, és valami sokkal többről is szó van, mert az örök élet a tét, ugyanis a legnagyobb jó van készülőben. A legnagyobb jó van készülőben. És amikor én közönös vagyok, vagy a saját kis barkácsolásommal vagyok elfoglalva, vagy a vállamat rándítom, vagy fensőbséges gőggel nézek a többiekre, akkor tulajdonképpen ettől fosztom meg magam. A legnagyobb jótól, ami készülőben van. És tudhatjuk, mert Isten igéje ezt is kinyilatkoztatta számunkra, hogy mint egy láncreakció szerűen, mint valami atomrobbanás olyan gyorsan, úgy omlik össze mindaz, ami ennek a mostani látszatvilágnak a felszíne, arculata, a talmi felszínes, sokszor
nagyon is megunt örömökkel, lepleződik le mindaz, ami álságos és hamis, ami hitvány, ami mulandó és hiába való. És ezzel együtt egy időben ugyanígy válik egyre nyilvánvalóbbá az igazság, Isten valódi akarata, az ő tervének a megvalósulása, célja, beteljesedése. És felszínre kerülnek az igaz gyöngyök, a drága kövek, az időtálló és soha nem vegyülő és nem változó, stabil állapotú nemes fémek. Ebben a kohóban, ami a világtörténelem, vagy ami kinek-kinek a saját élete, elkészül, kikristályosodik a valódi kincs, és csak ez marad meg. És mi most az emberi tudatunkkal ezt fölfoghatjuk, és ráhangolódhatunk, és tudhatjuk esetleg azt is, hogy mi az, amire érdemes nemet mondani, mi az, amin érdemes felülemelkedni, és mi az, amit semmiképpen nem szabad és nem érdemes elengedni, és könnyelműen venni, és vállat rándítani, és elfordítani, és fintologni, és ürügyet találni arra, hogy miért nem megyek, miért nem arra figyelek, miért nem azt tartom fontosnak. Mert minden elmúlik, minden megsemmisül, de egyedül Krisztus beszéde az, ami örök, és ami megtart minket is. Adja Isten, hogy feleszméljünk, észbe kapjunk, megtaláljuk az igazi örömöt, és felismerjük, hogy mi az, ami igazából tulajdonképpen nagyon is szürke, unalmas, egyhangú, és ami hál' Istennek nem is tart örökké. Most nem felejtem elmondani, ha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, minden jót!